mindenki előtt ismeretes a dolog, ismeretes a helyzet, milyen körülmények között éljük meg a mindennapjainkat, de hát vannak olyan események, ami mellett azért nem megy el az ember, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek az ünnepek méltóképpen legyenek megünnepelve. És ahhoz, hogy ez létrejöjjön, nagyfokú összefogásra volt szükség, mondta Gyurkovics János alpolgármester. Azon a sajtótájékoztatón, melyen az adventi időszak programjairól számoltak be a szervezők. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy méltó rangja legyen ennek az időszaknak, a várakozás és a feltöltődés és a békesség jellemezze ezt a 4 hetet, és gondolom én, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszak éveknek is ez lesz a fő mottója. A Babits Mihály Kulturális Központ mellett a Mentálhigiénés Műhely és a 7100 a Városod Egyesület is kivette a részét a programsorozat kialakításában és támogatásában. Ennek megfelelően az első adventi hétvégétől kezdve minden nap programok várják az érdeklődőket, a művelődési ház körüli területen a szokásos vásári forgataggal kiegészülve. Alapgondolatunk az volt, hogy a adventi hétvégéken, november 27-től kezdődően azokon a vasárnapokon hozzunk olyan nagyobb produkciókat, amelyeket a Babits Mihály Kulturális Központ hagyományosan szervez, tehát gyermekprogramokat, mint a Kicsi Gesztenye, Zorán koncert, Urban Verbung, Pop, Swing and Soul, kiváló előadókkal. Ezek mind-mind olyan népszerű programok, amelyeket igazolt az elképzelés. De lehetőséget kapnak Szekszárdváros civil művészeti csoportjai, iskolái, zenekarai is arra, hogy a művészetek házában megtartsák szokásos évzáró hangversenyeiket. Az első adventi gyertya november 27-én 17 órakor gyullad majd fel a Szekszárdi Szent István téren.